Sziasztok, a nevem Veronika, és ma egy ír-amerikai kalóznőről fogok egy rövid történetet elmondani. Ez a kalóznő nem más, mint Anne Bonny. Ő az 1600-as évek végén született Írországban. Rövid ideig portyázott a Karib-tenger térségében, és Anne azon kevesek egyikéhez tartozik, akik szembeszálltak a női kalózok elleni tiltással. A legtöbb, amit Bonny életéről tudunk, az Charles Johnson kapitány művéből származik. A mű címe a leghírhettebb kalózok rablásainak és gyilkosságainak általános története. Ez kalóz életrajzok gyűjteménye. Charles Johnsont Daniel Defoe angol író álnevének tartják. A műről, amit tudunk, hogy az első kiadás az részben pontos, a második már erősen spekulatívnak tekinthető. Ann gyermekkoráról annyit tudunk, hogy Ann William McCormack ír ügyvéd, és annak szolgáló lányának, Mary Brennannek volt a törvénytelen gyermeke. Ez a viszony elég hosszú ideig tartott, mire kiderült, mivel ez idő alatt a feleség vidéken ápolta a beteg édesanyját. A feleségnek ez az egész viszony akkor derült ki, vagy akkor kezdett gyanús lenni, amikor egyre kevesebb levelet kapott a férjétől, azok is egyre kevésbé voltak érzelmesek, és ezáltal úgy döntött, hogy hirtelen, váratlanul meglepi a férjét. És ugye ekkor ki is derült a szolgálólányon való viszony. Miután a megcsalás kiderült, a férfi Londonba költözött, magával vitte a szolgálólányt és a törvénytelen gyermeket. Viszont a feleség ugyanúgy küldte a segélyt, a támogatást a férjének, ez abban az időben szokás volt. Londonban McCormack nem akarta, hogy tudja a lakosság az ügyfélkörül, hogy neki van egy törvénytelen lánya, ezért elkezdte fiúruhába öltöztetni, azt mondta, hogy ő egy rokonának a fia, és ő tanítatja, hogy későbbiekben ő legyen az ő titkára, a gyakornoka, és Ant Andynek hívták. Viszont ez a csalás, ez gyorsan kiderült, és nagyon gyorsan megkopott McCormacknek az ügyfélköre is, és a feleség is megtudta, a volt feleség is megtudta, hogy McCormack nevére vette a gyermeket, meg tanítatja, meg fiúruhába öltözteti, ezért megszüntette a támogatást a férjének. Ekkor McCormack, mivel sem ügyfélköre nem volt sem támogatása a feleségtől, ezért úgy döntött, hogy elmegy Dél-Karolinába, magával vitte a szolgálólányt és a lányt is, Ant. Ebbe az új környezetbe úgy próbált beilleszkedni, hogy elhagyta az MC jelzést a nevéből, tehát mint William Cormack próbált érvényesülni. Ügyvédként nem nagyon sikerült ez neki, de Cormack jogi ismerete, valamint az áruk vételi és eladási képessége hamarosan kifizetődött. Először egy sorházat tudott venni, majd végül egy ültetvényt, és jelentős vagyont is felhalmozott. Bonny 10 éves volt, mikor édesanyja meghalt. Feljegyezték, hogy Bonnynak vörös haja volt, és jó fogásnak tartották, de 13 évesen állítólag késsel megszúrt egy szolgálólányt, majd pedig olyan csúnyán megverte azt, aki rajta nemi erőszakot próbált elkövetni, hogy a támadót hetekig ápolták a kórházban. Charles Johnson kapitány művében arról is ír, hogyan alakultak az ezt következő évek. Eszerint Annie apja hozzá akarta adni a lányt egy helyi férfihoz, de Annie ezt nem szerette volna, ellenállt, ehelyett 1718-ban feleségül ment egy szegény tengerészhez, aki egy kis stílű kalóz is volt egyben. Ő volt James Bonny. James abban reménykedett, hogy majd átveheti apósának a birtokát, és hogy milyen jó fogást csinált Annie-vel, de Bonny apja megtagadta, hogy Annie hozzámenjen a Jameshez, ezért a lányt is kitagadta az örökségből. Vannak olyan híresztelések is, hogy ezért Annie felgyújtotta az ültetvényt, de erre sincs semmilyen bizonyíték. Egy másik verzió szerint, Philip Tucker könyve szerint, Annie elégedett volt az életével, hiszen jólétben volt, boldog volt, fel akarta egy kicsit fedezni a világot, ezért elhagyta az ültetvényt. És mind a két pont abban találkozik, Philip Tucker és Charles Johnson verziója is, hogy Anne Nassau-ba költözött, és ott már James Bonnyval élt együtt. Nassau az angol kalózok menedékhelyeként, és a kalózok köztársaságaként volt ismert. Sok kalóz,
Ide költözött, mert királyi kegyelmet kapott, hogyha abbahagyja ezt a kalóz életet, és normális életet kezd el élni. Viszont nagyon sokan ezt megtagadták, mégis itt rejtőztek, ezen a környéken. 1718 nyarán Woods Rogers kormányzó megérkezett Nassau-ba, és James úgy döntött, hogy a kormányzó informátora lesz. Föladta a régi társait, ennek eredményeként a kalózok sokaságát letartóztatták, ami ennek nem nagyon tetszett, mivel ugye férje besúgó volt, és naponta látta a felakasztott kalózokat, akik valószínű az ő férjének az információi alapján lettek elfogva és felakasztva. Anne elkezdte járni a helyi kocsmákat, kalózokkal elegyedett szóba, és megismerkedett John Calico Jack Rackhammel. Ő vele nagyon gyorsan viszonyt kezdett. Egy akkor szokásos módon Rackham jelentős összeget ajánlott fel Jamesnek, hogy kivásárolja úgymond a feleséget a házasságból, viszont ez ennek nem nagyon tetszett, mert nem akart egy darab hús lenni a piacon. Ez a megoldás, ez nem jött össze, így 1720. augusztusában Anne Bonny elhagyta a férjét, és megszökött a szigetről Jackkel. Calico Jack szeretője és kalóztársa is lett egyben. Ellopták az akkor Nassau kikötőjében horgonyzó William nevű hajót, és új legénységet szerveztek maguknak, majd a nyílt tengeren megkezdték közös életüket. A pár kereskedelmi hajókat kezdett el megtámadni Jamaica partjai mentén. Rackham döntése, hogy elkísérje Bonnie-t, ez nagyon furcsa volt, mivel a nők a fedélzetén szerencsétlenséget jelentettek. De valószínű Rackhamet meggyőzte Bonnie-nak a heves vérmérséklete. Azt nem tudni, hogy az elejétől fogva kiderült, hogy Bonnie nő, vagy később vette fel nemét a legénység előtt, de a fosztogatáskor férfinak álcázva ugyanúgy részt vett a harcokban. Eltérnek a vélemények arról, hogy női honfitársa Mary Read mikor csatlakozott a legénységhez. Egyesek azt mondják, hogy már akkor a legénység tagja volt, amikor a William nevű hajót elkötötték, míg mások azt állítják, hogy Mary egy holland kereskedelmi hajó fedélzetén volt, ott volt, mint kalóz, és amikor Rackham legénység elfogta ezt a hajót, ugye felajánlották akkor szokásos módon, hogy vagy megölik őket, a legénységet, vagy csatlakoznak hozzájuk, és így Mary is csatlakozott a legénységhez. Mary Read, mint Mark Read, férfi kalóz került a hajóra, és Anne elkezdett hozzá vonzódni. Mikor ezt Mary észrevette, akkor felfedte Anne előtt a nemét, hogy ő is egy nő, és így nagyon jó barátságba kerültek. Egyesek azt feltételezik, hogy több is történt köztük, egy szerelmi viszony alakult ki, de erre semmi bizonyíték nincs, de az biztos, hogy nagyon jó barátságban voltak, és innentől kezdve együtt folytatták ezt a kalóz életet Mary Read, Anne Bonny és Calico Jack. Mary Read élete hasonlít Annie-hez. Ő is törvénytelen gyerek volt, és fiúruhában járatták. Viszont erről egy másik videóban fogok nektek beszélni, úgyhogy ezért is iratkozzatok fel a csatornára, hogyha érdekel titeket Mary Read élete, mert hamarosan következik ez a rész is. Tehát, miután Mary Read csatlakozott a legénységhez, együtt partjáztak, de Anne terhes lett, John Kubába vitte, ahol Anne megszült, és újra csatlakozott a legénységhez. Folytatta kalóz életét, viszont nem tudni, hogy mi lett a gyermek sorsa. Egyes források arra utalnak, hogy John rokonaihoz került, más híresztelések szerint egyszerűen csak magára hagyták. A William fedélzetén lévő legénység tettei nem maradtak észrevétlenül, Nicholas Laws, Jamaica kormányzója előtt sem, aki hamarosan üldözőbe küldte Jonathan Barnett kapitányt. 1720. november 15-én Barnett utol is érte a Williamet, a hajót, jamaikai Negril Pointban. Bonnie és Reed kivételével mindenki nagyon-nagyon részeg volt, és így képtelenek voltak harcolni. Őket már november 16-án elfogták, viszont a két nő kitartott, őket egy nappal később fogták el. Az összes kalózt a jamaikai Spanish Townba szállították tárgyalásra. Rackhamet és a férfi legénység tagjait azonnal bűnösnek találták, és nagyon gyorsan mindegyiket fel is akasztották. Bonnie még meglátogatta Rackhamet a cellában az ítélet hirdetés után, és Anne nem arról biztosította Jacket, hogy örök életében szeretni fogja, hanem Charles Johnson kapitány szerint Bonnie utolsó szavai Calico Jackhez ez volt. Sajnálom, hogy itt látlak téged, de ha úgy harcoltál volna, mint egy férfi,
nem kellett volna felakasztani, mint egy kutyát. Calico Jacket ezután felakasztották, majd következett Mary Read és Anne Bonny tárgyalása. Anne nagyon okos volt, nagyon sokat tanult az apjától, és ismerte a jogot. Tudta, hogy az angol jog nem engedi terhes nők kivégzését, mert így két embert végeznének ki egy helyett, és az egyik élete ártatlan. Ezért elvileg mindketten terhesek voltak, és könyörögtek a hasukért, ez egy furcsa kifejezés, de az ártatlan ember életért könyörögtek, hogy így kegyelmet kérjenek, mert ugye terhesek voltak, és a bíróság felfüggesztette a kivégzésüket a szülésig, mivel őket is bűnösnek tartották. Mary Read a következő évben, 1721-ben, vajudás közben, valószínűleg szülési lázban halt meg a börtönben. Egy jamaikai templom főkönyve a temetését 1721. április 28-án sorolja fel, mint Mary Read kalóz. Bonny szabadon bocsátásáról nincs feljegyzés, és ezt találgatások sorát idézte elő. Egy főkönyvben azt szerepel, hogy Anne Bonny temetése 1733. december 29-én volt, ugyanabban a jamaikai városban, ahol bíróság elé állították. Charles Johnson azt írja, hogy Ant börtönben tartották a szülésig, majd időről időre elhalasztották a kivégzést, de hogy mi lett vele, azt nem tudjuk megmondani, de az biztos, hogy nem végezték ki. Philip Tucker azt állítja, hogy Anne apja, William Cormack, a befolyása révén, aki talán magát a kormányzót is ismerte, és talán még ezt meg is vesztegette, hogy engedje szabadon a lányát. És valószínűleg ezért nincs semmilyen publikus irat sem Anne-ről. És ez igaz, hogy Ant szabadon engedték. Még itt is van két-három verzió. Egyesek szerint Bonny visszatért Charlestownba az apja birtokára, majd újra férjhez ment, gyermekei születtek, és itt élt. Van egy olyan történet is, ami szerintem kizárt, hogy visszament volna James Bonnyhoz, Nassauba, és utána együtt élt a volt férje. A harmadik verzió, hogy Anne nem tudta volna élni ezt a hétköznapi életet, ezért visszatért az előző életviteléhez, és kalóznak állt. Szerintetek mi lett Anne sorsa? Nekem is van egy kedvenc befejezésem, a tiéteket légy szíves, írjátok meg a kommentben, és ha tetszett a videó, azt egy lájkkal jelezzétek, a feliratkozásokat pedig külön megköszönöm. Mary Read életéről és Calico Jack életéről is készülnek videók, úgyhogy remélem azokban a videókban is velem tartotok. Addig is, sziasztok! Thanks.